Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a remélhetőleg most már kellemes és melegedő koranyári vagy késő tavaszi napon és a sokadik értéktár konferencián. A mai nap különlegessége, hogy jubileumi alkalom, és ha jól számoljuk, akkor 10 éve, kicsit több, mint 10 éve, hogy megalakult a Biatorbágyi Értéktárbizottság, és sok-sok mindenen túl van már, sokféle történés megesett itt nálunk, és sok-sok érték született, mármint, hogy az értékek gyűjtésében nagyon sok mindenben mentünk előre, illetve rengeteg olyan kiadvány, projekt, ami az Értéktárbizottság keze alatt megszületett, beépült tulajdonképpen már a köztudatba, illetve a városunk életében. Nagyon sok gyerekek, felnőttek használják nálunk itt az információban, keresik azokat a kiadványokat. Úgyhogy egy hosszú út után jutottunk ide a 10 évhez, és a mai napon pedig 2 nagyobb előadást hallgatunk meg. Egyik pozitívabb történet, nyilván a másik az egy nem igazán pozitív történet, de fontos róla tudnunk, tehát a Tornádó és a Tűzoltó Egyesület története fog most legfőképpen megelevenedni. A következő részben pedig megpróbálunk visszaemlékezni mi 3-an, akik, illetve 4-en, mert hogy a jelenlegi értéktárbizottság elnöke ugye Horváth Imre, és aki kezdte, az jó magam vagyok, utána Tóth Pál Judit vette át, majd Nánási Tamás, és Nánási Tamástól Imre. Úgyhogy ezt a történetet fogjuk majd végigjárni. És mielőtt átadnám a szót Imrének, csak egy pici gondolat, amit én nagyon szeretek, és sokszor szoktam elmondani. Ez a bizonyos Hanvas Béla idézet a helyről. A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely között az a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A hely mindig festmény és rajz, és nincs belőle több, mint ez az egy. A térnek képlete, a helynek géniusza van. A helynek nem csak fizikája, hanem metafizikája is van, és nem csak látvány, hanem géniusz. Ezért nem határozható meg, csak lerajzolható, mert nem kiszámítható, mert arc. Azt gondolom, hogy ehhez az archoz tartozunk mindannyian, és földön, vízen, levegőben minden, ami Biatorbágyon van, az ehhez tartozik, és az Értéktárbizottság, és akik az értékekkel foglalkoznak, és akiknek fontos az a hely, ahol élünk, azok mind valahol e körül forognak. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az arc, ez a mai napon is színesedjen, ezekkel az előadásokkal, és mindannyiunkkal, akik részt veszünk ebben a munkában. És további jó konferenciát kívánok, és akkor most fogadjátok szeretettel az első előadást Horváth Imrétől, a Tornádóról. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Ha figyeltétek az elmúlt napokban a híradásokat, akkor több tornádóról is lehetett híradást kapni. Például Szombathelyen csapott le egy, nem nagyon volt pusztítása, de néhány faluval arrébb, ott 6 háznak a tetejét levitte. Nem tudom, hogy az időjárás változás, vagy a híradóknak, a hírt adóknak a száma változott-e meg, hogy most több ilyen hasonló jelenségről kapunk hírt. De egy biztos, hogy amikor én először foglalkoztam ezzel olyan jó 30 évvel, vagy 40 évvel ezelőtt a tornádó kérdésével, akkor 17 tornádóról tudtunk, ami az előző évtizedekben lezajlott. Most gyakorlatilag 1 évben vagy 2 évben kapunk ennyi tornádóról híradást. Ezek közül, ami lezajlott Magyarországon, pont 100 éve, 1924. június 13-án
egy pénteki napon hatalmas tornádó pusztított régiónkban. Biáról indult, Torbágyon, Pátyon és Pilis több településén is pusztított. Továbbvonulva a Vác környékén már vesztett erejéből, majd az országot elhagyva csendesült el. Na most mi is volt ez? Tornádó vagy viharforgatag? Hívják förgetegnek, forgószélnek, légörvénynek, égi tölcsérnek, és még folytathatnánk a sort. A mezőciklonnál is tornádók hatalmas zivatarfelhők, úgynevezett szupercellák mélyén alakulnak ki, különböző hőmérsékletű és erejű légtömegek összecsapásakor. A felhők felső részén a magas légköri szelek hozzák forgásba az erőteljesen felfelé áramló meleg levegőt. Az így kialakuló dugóhúzószerű tölcsér a földre ereszkedik, ez idegen elnevezésből átvéve a tornádó. Egy zivatar felhőből olykor több ilyen tölcsér is kialakulhat. A külső részén a szélsebessége több száz kilométeres is lehet, belsejében a légnyomás sokkal alacsonyabb, mint kívül. Ez a hatalmas nyomáskülönbség óriási szívóhatást hoz létre, amely házakat, embereket, szekereket is a magasba emelhet. A felemelt tárgyakat sokszor több száz méterre arrébb teszi le, olykor puhán, sértetlenül. A tornádó pusztító hatása általában keskeny sávra, legfeljebb 4-500 méterre összpontosul. Azon belül szinte mindent pusztít, míg tőle kis távolságra akár minden épségben maradhat. Dr. Rétli Antal, a kor legismertebb meteorológusa, viharforgatag névvel illeti az 1924 évi forgószelet. Részben, mert pusztításának kiterjedése szélesebb volt, és nem határolta élesen a szélcsendes terület, másrészt magyar névvel kívánta megjelölni e természeti katasztrófát. Hogyan is keletkezett a vihar? Egy-két nappal ezelőtt a Blick újságírójával jártunk itt, és Bajcsi Zsirinszki utcában Vejnok Máriával, kicsit odébb Gyimesinével beszéltünk, és mindenki mutatta, hogy merre keletkezett a tornádó. Én más tudtam, mint amit ők, illetve egyikük nyugat felé mutatott. Én a Sóskuti irányból, egyek Sóskuti irányból tudtam, hogy keletkezett a vihar. Érdekessége, hogy mindkettőnek igaza volt, majd a későbbiek során ez ki is fog derülni. Az egy évszázaddal ezelőtti jelenség iskola példája a tornádók kialakulásának és lezajlásának. Meteorológiai előfeltételei, az Alföldön elhelyezkedő depresszió és nagy hőmérsékleti ellentétek az ország nyugati és keleti fele között. Már délben 15 fok különbség volt. Kitört 15 óra után néhány perccel. Egy gazda ember ekként számolt be az újságcímű napi lap tudósítójának. Napnyugat felől terhes felhők jöttek. A másik oldalon, délfelől pedig olyan színű felhő, mint amilyen a nedves szalma füstje. Tehát itt megkaptuk a választ, hogy két felől is jött a különböző légáramlások, amelyek itt csaptak aztán össze. Bián túl összetalálkozott a két felhő, egymásba torlódott, és a füstszínű felhő visszanyomta a feketét felénk. Láttam és éreztem, hogy ebből nagy baj lesz. Szedtem a szerszámot, és hazafelé szaladtam. Pár lépés után hátra tekintettem, és láttam, hogy a felhő sebesen jön vissza, és folyton folyvást közelebb ereszkedik az égből a földre. Tikkasztó meleg lett, olyan volt minden, mintha az ég akarna leszakadni. Azt hiszem, ha az ember ugrott volna egyet, belekapaszkodhatott volna a felhőbe. Aztán hatalmas szél kerekedett. Sárga meg fekete por repült mindenfelé körülöttem. Aztán olyan sötét lett, hogy nem láttam két lépés sem elém. Hátrább a hegyek felé nagy csodát láttam. Olyan volt az, mintha vihar ágyúból lőttek volna ki valami fekete füstöt, alul keskeny volt, és minél magasabbra jutott, annál szélesebb lett.
Olyan volt ez, mint egy hatalmas égigérő tölcsér. 10-15 ilyen furcsaság lebegett, és jött egyre közelebb. A hegyekből sivítva jött a szél, és alig léptem át a portán küszöbét, már utol is ért a vihar, úgyhogy mikor be akartam tenni az ajtót, kitépte a kilincset a kezemből. Hogy aztán mi történt, azt már csak később tudtam meg. Én még csak annyit mondhatok, hogy néhány minuta múlva nagy recsegés ropogás volt az egész falu, és az alig átlátható esőn keresztül is láttam, hogy az istállam tetejét felkapja a szél, és nagy erővel odavágja a szérűbe. Sokan dolgoztak a mezőkön, és nem volt mindegyik olyan szerencsés, mint az az értelmes gazdaember, aki a vihar kitörését mondotta el nekünk. Többeket kint ért a szabadban a szélvész, és ott szenvedték végig az ítéletidőt. Ösztönszerűen, és amint a háborúban megtanulták, a baj elől az anyaföldhöz menekültek. Lehasaltak az útporába, a fűre. A szél még így is beléjük kapott, és 2-3 könnyebb embert a magasba emelt, hogy 10-20 méterre arrébb földhöz dobja. A többiek, akik riadtan látták ezeket, belekapaszkodtak a búzába, a gyökerekbe, amit éppen elért a kezük, úgy próbáltak ellenállni a szél hatalmas erejének. Több férfival és asszonnyal beszéltünk, akik a szabadban élték át a vihart, és rémületükben úgy látszik, fantáziáltak, mert meseszerű, hihetetlen dolgokat mondottak el. Aztán nem csak eső esett, mondotta egy másik, hanem ökölnyi tűzdarabok is hullottak sisterekbe az égből. Akár hiszik az urak, akár nem, a tegnapi viharban nem csak víz, hanem tűz is hullott, mint a zápor. A tűzesőről főleg a Pátyi területen panaszkodtak az emberek. Vladár Endre magyarázatul azt adta, hogy a vihar ledöntötte a Pátyi téglagyárat, szétrombolta a kemencét, annak izzó zsarátnokát az emberek arcába vágta. De nézzük meg a vihai viharforgatagot a számok tükrében. A korabeli napilapok Bia és Páty pusztulásáról szólnak. Teljesen elpusztította a két községet a vihar. Alig maradt épp ház Bián és Torvágyon. Embereket röpítette a levegőbe a forgó szél. 9 halott, 50-nél több sebesült. Ezekkel az alcímekkel jelent meg az újság 1924. június 15-i száma. Biáról ekként írnak benne. A községben alig van egyetlen épp ház, és több mint 100 házat teljesen robba döntött a vihar. Bia és Páty úgy szólván eltűnt a föld felszínéről. Bia község 450 házából 400-at elpusztított a vihar. A tópart, ahol a község legszegényebb lakossága él, olyan, mint a harctéri falvak voltak egy-egy ütközet után. Gerendák meredeznek az égnek, a házhelyektől messze az út közepén téglahalmazok, összetört cserepek feküsznek, néhol egy-egy ablakráma. A fő utca, ahol a református templom áll, teljesen elpusztult, ez a fő utca, és a plébánia, a mai Bajcsi-Zsilinszky utcának is úgy szólván csak a helye van meg. Ez volt a plébánia épület. Rétli Antal a tornádó szélességét 1000 méterben határozta meg, amely a református templomtól a katolikus temetőig terjedő szélességet adta. Mivel a biai viharforgatag jellegzetességében nem a hagyományos értelemben vett tornádó volt, hiszen szélessége mintegy kétszerese volt, és nem határolta éles vonal a pusztítást, a főpusztítási szélességet 1-1 km szélességi kísérő szél egészítette ki. Ez főként a nyugati oldalon volt erősebb. Mindezeket a térképre rávezetve láthatjuk, hogy Bián szinte alig akadt olyan ház, a telek egyes házait kivéve, amelyet nem érintett a tornádó, vagy az azt kísérő, de még szintén 100 km per óra feletti szél. Így azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Bia közel 500 házából bizonyosan 350-450 házon volt valamilyen pusztítás. Ennek erőssége nem meghatározható.
A biai pusztítás nyomaiból Rétli Antal felhívására Vladár Endre gépészmérnök mezőgazdász végzett fizikai számításokat közelítő módszerrel. A szél sebességének alsó határértékét ledöntött, a felső értékét épségben maradt építmények szilárdsági számításaival állapította meg. Három adatot vett alapul. Az első, édesanyja biai lakóházának három egyforma orosz kéményét, melyek a legerősebb légáram vonalába estek, és mind ledőltek. Természetesen itt már újra épített kémények vannak. A másik, ugyanezen ház egyik melléképületének úgynevezett mászható kéményét, melynek csak legfelső fedőboltíve roskadt be, egyébként épségben maradt. Természetesen ez is újjáépült, legalábbis a teteje. És a harmadik, a Pátyi téglagyár ledölt kéményét vette alapul, melynek adatait a Pátyi jegyző leveléből, valamint a hozzácsatolt fényképfelvételből állapította meg. Én gyerekkoromban, amikor Páty felé mentem, akkor emlékeztem, hogy ott van egy téglagyár. És meg is voltam ezzel a dologgal nyugodva. Aztán olvastam, hogy van itt három téglagyár és egy mészkőbánya, melyet a Sóskuti Pátyi kőbánya vállalat bérel. Na most akkor melyik téglagyár volt? Itt segített Pátyi helytörténész Cetnár László, és ő elmondta, hogy ezek egyike Huttera Márton téglagyára, amelyben 18 munkás dolgozott. Itt a Pátyközség északi részén, akkor az északi részén, mert most egy kicsit máshol lenne, tehát az északi részén lévő téglagyár agyaggödreiben található alsó pannóniai pontuszi agyagot dolgozták fel. Ilyen szép téglákat készítettek, ebből, ami egyértelmű, a bal alsó, hogy ez Huttera Márton téglagyára, de a monogramok is arra utalnak. A másik, akár lehet másik téglagyár is, a jobb alsó nekem meg azért kedves, mert a kemencén falába van befalazva. A pusztítás mértéke alapján F3-as, azaz erős tornádó volt. A számítás alapján a tornádó szélessége a Biai és Páty közötti szakaszon legalább 87-től 104 méter per szekundum volt, középértéken kifejezve 95,5 méter per szekundum, ami 343,8 km per órának felel meg, és biztosan nem haladta meg a 172 méter per szekundum értéket. A szélsebesség az eredeti Fujita skálán F4-es kategóriájú, azaz pusztító tornádót jelent. Ez az Amerikában rendszeresített korrigált skálán EF5-ös, azaz elképesztő, a pusztítás alapján EF4-es lenne. Rétli Antal számítások alapján Bián 104 méter per szekundumról és 920 kg per négyzetméter nyomásról beszél. Pátyon 82 méter per szekundumról és 500 kg per négyzetméter nyomásról tesz jelentést. Azonban ő mindig csak középértékeket vette figyelembe, lökésszerű szélső értékként 104 méter per szekundum, azaz 374 km per óra is meghaladta a szélsebessége. Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra, mert ő egy folyamatos szélnyomás erejét vette figyelembe. Később az ő tanulmányait leközlő szerkesztők egy megjegyzést tettek oda, hogy a lökésszerű szelek különböző rezgéseket hozhattak létre, hogyha azok olyan gyakoriságúak voltak, ami azt kiválthatta a kéménybe, és ezek a rezgések, ezek az állékonyságnak nem tettek jót, tehát könnyebben ledőltek. A másik ilyen a Technika Történet című folyóirat, egy pár évvel később közli a Beaufort skálát, ami a szél erősségnek a mértékegységére, vagyis a mérésére szolgál. Ott egy 12-es skálát tesznek sorba. Természetesen a 12-es skálának a legfelső értékét azt a Biai
tornádó szélerőssége határozza meg azóta is. De a szélerősség értékének egy alacsonyabb értéket vesznek figyelembe, mint amit Vladár Endres kiszámított. Bián négy házat teljesen ledöntött. A mai kastély ABC valamikori lemeztetejét felcsavarta, és hosszan görgette a falon át. Ezt a lemeztetőt, mint egy konzervdobozt szépen kinyitotta, és ezt görgette a szél. Pátyon egy egylovas, egyölfával megrokott szekeret, a rajta ülő paraszgazdával együtt, mint egy 10-11 mázsát felkapott, a levegőben megforgatta, és az út melletti árokba dobta. Több embert ragadott el az örvény. Számítások alapján a légnyomás érték legalább 50 mm-rel csökkent, de szélső értéken akár a 675 mm-es légnyomás érték alá is eshetett az örvény a ciklon magvában. Hazánkban ez a legalacsonyabb légnyomás érték. Torbágyon kisebb volt a kár, de itt is jelentős. A Szalon és a Ferenc utcán mintegy 40-50 ház tetejét sodorta le a szél, némelyiknek még a padlását is levitte. Azonban csak a magasabban fekvő házakat érte a vihar pusztító ereje, a község nagy részét, amely a völgy legmélyebb pontján épült, jobbára megkímélte. A régi községháza mutatja a legsiralmasabb képet. Tetejének felét levitte a szél, és kidöntötte az oromfalat. A tető megmaradt része olyan, mintha éles késsel metszették volna le róla a többi részt. A torbágyi katolikus templom tornyának részburkolatát is kikezdte a szél, és jó darabban felkunkorgatta a vastag fémlemezt. Rétli Antal jelentésének részlete. Torbágy 25 házának tetőzetét rongálta meg, a háztetőn voltak károk, a leomló épület anyag 10 embert sebesített meg. A torbágyi állomás raktárháza összedőlt, és több embert maga alá temetett. Ez az a raktárház, és itt egy pici játékra hívnám a jelenlévőket. A jobb felső kép az 1980-as években készült, a másik két kép az a 1921. október 23-án, ugye a második királypucs idején. Hogyha a raktárházra néznek, akkor lehet látni egy érdekességet. Ki mit vesz észre rajta? Mondj. Az oromfal egyrészt, másrészt a tetőszöge. Egy sokkal laposabb épület lett, tehát így épült vissza a későbbiek során. Pátyközség nagy pusztulás képét mutatta, különösen Burgundia falu részen, ahol a pusztítás minden képzeletet felülmúlt, földig lerombolt házak, az egyik bezárt ház jóformán felrobbant, és a vihar kihordta belőle az ágybetétet, vánkosokat, stb. Egyes butordarabokat tulajdonosaik 4,5 km távolságban találtak meg. Egy 13 éves pásztorfiút a mélyebben fekvő úttestről felkapta, és beröpítette egy közben a tetejétől és mennyezetétől megfosztott épület nyitott szobájába. A baloldali kép, az alsó kép, a pátyi kép. Ezt a fotót készítették akkor. A jobb felső, az egy róla készült festmény, ez 20 évvel ezelőtt a jobb alsó képen lévő házban lakó hölgy még meg tudta mutatni nekem. Nem tudom, hogy a BRIC munkatársai az elmúlt napokban megtalálták-e őt. 20 évvel ezelőtt még ez ott volt a szobában. A vihar áldozatai. A borzalmas forgószél sok ember áldozatot is követelt. A rettenetes erejű szélvihar magával sodorta és felvitte a levegőbe az embereket, tégla és kőzápor, lezuhanó gerendák, a beszakadó mennyezetek, az összedőlt falak is sok embert temettek maguk alá. Bián 4, Pátyon 2, Mórot 3 halottja van a viharnak, de rendkívül sok a súlyos sebesült is. Budaörsön egy halálos sebesülés van, Bián 30,
Pátyon pedig 18-a sebesült. Említettük, hogy a Torbágyi állomás raktárháza összedőlt, és több embert maga alá temetett. Budaörsön és Mórott, ahol a tornádó pályája nem érintette a községeket, az azt követő hatalmas esőzés követelt emberéleteket. Mindkét helyen a hatalmas esőzéstől feldúzott patakok ragadták el őket, és hulladtak a sebes áradatba. Mintegy 5000 ember feje fölött tépte le a tetőt a szél. Egy hét óta a vihar károsultjai szabad ég alatt laknak, vagy azoknak a szerencsés embereknek a portáján húzódnak meg, akiket megkímélt az Isten ítélet. 10 nappal a tornádó után Bia község előjárossága jelentette, a mintegy 24 óráig tartozó előző napi esőzés újabb súlyos károkat okozott a községnek. A legutóbbi vihar következtében 300 ház tető nélkül áll, amint egy 34 óráig tartó esőzés következtében ezek a házak bedőléssel fenyegetnek. A lakók legnagyobb része éppen ezért a szombati kísérteties éjszakát jobbára a szabadban töltötte, még a legtehetősebb gazdák sem rendelkeznek annyi tőkével, hogy a megrongált vagy beomlott házaikat felépíthessék, éppen ezért szükséges volna a kamatmentes állami hitel azonnali folyósulása. Gyors segítség kétszeres segítséget jelentene. A megígért gyors segítség pedig egyre késett, és a reményüket vesztett emberek 70 tagú küldöttséget menesztettek a népjóléti miniszterhez, hogy a segítséget megsürgessék. Egyelőre a helyzet még a szerdai küldöttjárás után sem változott. Mindössze annyi történt, hogy tegnap katonák érkeztek Biára, akik hozzáláttak a romok eltakarításához és azoknak a házaknak lakhatóvá tételéhez, amelyek kisebb javítással rendbehozhatók. A munka egyelőre lassan halad előre, de legalább már folyik. 1 milliárd 809 millióval építették újra Bia, Torbágy és Páty, no meg Pirisszent Iván községeket. A községek felépítését természetesen csak segélyezés adakozás útján lehetett véghez vinni. Már a pusztító vihart követő másnapon Bass József népjóléti miniszter megjelent a helyszínen, és azonnal 80 millió korona segélyt osztott ki a károsultak között. József főherceg, aki szintén azonnal megjelent a pusztítás színhelyén, még aznap 5 millió koronát adományozott a szegény sorsú károsultaknak. Döntős újjal bír az a nagy arányú mozgalom, amelyet a Falu Szövetség indított Balogh Gyula elnök vezetésével az ország egész területén. Ez a gyűjtés 198 milliót eredményezett. Ezen kívül a községekhez közvetlen adakozás útján is intéztek nagyobb összegeket, melyek összesen 51 millió koronát tesznek ki. Az állam a központi hitelszövetkezetek útján összesen 1 milliárdnyi kölcsönt folyósított 8%-os kamat mellett, amely kölcsönt a következő arány szerint osztották fel. Bia kapott 250 milliót, Páty kapott 450 milliót, Torbágy 40 milliót, Budakalász 250 milliót, és Pilis-Szent Iván 10 millió koronát. Ezekből kezdték meg a helyreállításokat, és itt szintén van egy érdekesség, ha a templom tornyát megnézik, az 1913-as szignójú vagy dátumozású torony, ott egy sokkal karcsúbb, mint mondjuk ez egy 15-20 évvel ezelőtt készült kép. Ugyanígy a bal felső sarokban látható a egykori Sándor Metternich kastély lovardájának nevezett épület része, amely nem egy ilyen csapott végű volt, mint ahogy a TS korban helyreállították, majd az elmúlt években az iskola költözött ide, és akkor kapta meg jelenlegi formáját. A
Pátyfalu Közösségért Alapítvány gyűjteményéből egy igen értékes dokumentum jutott el hozzám. Ez egy jegyzőkönyvi kivonat volt Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye 1925. évi üléséről, ahol a vihar után kárenyhítési munkákban aktív szerepet vállalóknak köszönik meg tevékenységüket. Sajnos az első két oldala hiányzik a dokumentumnak. Hogy ma mind a négy községnek romba dőlt házai teljesen felépülve, mondhatni szebb és egészségesebb otthonokat nyújtanak a viharral sújtott lakosságnak, mint azelőtt. A könnyebb áttekintés véget szükségesnek tartom, hogy mind a községgel külön foglalkozva előterjesztésemet községenként külön választva az alábbi részletezett módon tegyem meg. Mi a község? A községben az emlékezetes napom összesen 221 ház rongálódott meg, és pedig 65 ház teteje teljesen elpusztult, 33 háznak a fél teteje pusztult el, 23 háznak elpusztult a tetőfedő anyaga, 96 ház kisebb, nagyobb mértékben megrongálódott, 4 ház pedig annyira romba dőlt, hogy azokat teljesen újjá kellett építeni. A községnek juttatott készpénzbeli adományoknak összege 371 millió korona, amelyből az általam gyűjtött 235 millió, természetesen nem általam, hanem aki írja, 235 millió koronát tesz ki. A fennmaradó 136 millió koronát a községhez közvetlenül érkező adományok képezik. Évi 8%-os kamat mellett kedvezményes államkölcsönben is részesült a község, és pedig összesen 400 millió korona erejéig. Torbágy. A vihar által romba döntött és lakhatatlanná tett házak száma 20. Kisebb-nagyobb mértékben összesen 196 ház rongálódott meg, amely számban azonban benne vannak az olyan megrongálódások is, mint például egy négyzetméternyi fedőanyagnak a lehullása. Tehát jelentéktelenebb rongálódások. A községnek juttatott pénzbeli adományok összege 60 millió korona, kedvezményes kamatú állami kölcsönben is részesült a község. Pátyközség. Pátyközséget érintette legérzékenyebben a mindent elsöprő tornádó. Egyrészt a romba dőlt házak számát tekintve, másrészt azért, mert a községnél épp azt a részét tette tönkre, amely részen a szegényebb sorsú lakosság lakik. Kisebb-nagyobb mérben megrongálódott 200 ház. Romba dőlt úgy annyira, hogy teljesen újjá kellett építeni 170 ház. Tehát összesen 370 házon okozott kárt a vihar. Pátyközségben az újjáépítési munkálatokkal kapcsolatosan szükségesnek tartottam szem előtt tartani a községrendezési, etikai és közegészségügyi szempontjait is, amennyiben az úgynevezett cigánynegyedet rendeztettem, ahol a régi higiénikus szempontoknak egyáltalán meg nem felelő, sőt bacillus termő járványfészeknek mondható viskókat leromboltattam, és helyettük 10 új egy-egy szobás konyhás lakásokat építettem. Természetesen a házak tulajdonosainak részbeni anyagi hozzájárulásával. A községnek juttatott pénzbeli adományoknak összege 627 millió korona. Ehhez a bevételhez számítva az állam által adott 8%-os kedvezményes kamatozású 450 millió korona kölcsönt, összesen 1 milliárd 77 millió korona. Természetesen a vihar által okozott károkat teljes egészében a gyűjtési akcióból fedezni nem lehetett, mert hisz a károk milliárdokat tettek ki, de eredménye minden esetre nagy, mert hisz a romba dőlt községünk helyett teljesen újjáépült, szép községeket láthatunk. A jegyzőkönyvi kivonat további részeiben a kárelhárítási munkákban tevékenyen résztvevő személyeknek mondanak köszönetet. A felsorolt kiváló emberbarátok érdemeit jegyzőkönyvünkben örökítjük meg, és erről őket hálánk és elismerésünk jeléül jegyzőkönyvi kivonaton értesítjük. Ez a ház a Bajcsi Zsilinszky utca, tulajdonképpen első háza a Szabadság út felől.
ez volt akkor Clementis doktor háza. Ami érdekessége, hogy ez a vele szemben lévő Vladárház, amiről az előbb beszéltünk a kémények kapcsán, annak a tetejéről készült. A háttérben pedig a Sándor Metternich kastély látható, és itt az épület falának vonalába, ha megnézzük, akkor ott van az a patika, amelyet nem régen az egyik kutatásunknál végre be tudtunk azonosítani. Az újjáépítés után. És így néz ki most az utca. És köszönöm a figyelmet.